Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere nyitotta meg a Foltmajok Foltvarrók Klub ez évi kiállítását. Minek szól, vagy kinek szól, hogy miért is szól nekem ez a felkérés, én már negyedik alkalommal, de szerintem ezt rögtön az első 8 évvel ezelőtti kiállításra, amikor megbeszéltük, én akkor nagyon őszintén bevallottam, hogy abszolút nem tudok valami, maximum egy gombot itt, az édesanyám is közben látta, hogy megérkezett, ő ezt tudja igazolni. Köszöntő beszédében elhangzott, a foltvarrók által nap mint nap használt cérna, néha csupán láthatatlanul, de összeköt mindent. A foltvarrás, más néven foltmozaik vagy patchwork, története igen régi. Valószínűleg a szövés feltalálásának idejére esik. A szükség a szegénység hozta létre, amely során praktikus darabokat készítettek a megszőtt anyagdarabokból. Az első foltvarró asszonyok minden folton folttakarójukat kézi varrással készítették. Kisebb közösségekben a hosszú téli estéken ezzel a kézi munkázással mulatták idejüket. Különböző mintákat és elnevezéseket találtak ki, amelyeket tovább adtak más tájak asszonyainak is. Napjainkra a technika magas szintű fejlődése a foltvarrás területén jelentős változásokat hozott. A varrógépek fejlesztése, elterjedése meggyorsította a varrási folyamatot. A gépesítés azonban nem feletteti, hogy a kézi varrással elkészített művek nagyobb értékűek. Kézzel lassabban, de általában pontosabban varrom. Egyszer láttam egy kiállítást, ahol olyan munkák szerepeltek, ilyen apró képek, amik tájképek voltak, foltvarrás technikákkal készültek, és nekem nagyon-nagyon tetszett, akkor találkoztam életemben először a foltvarrással, és annyira megtetszett, hogy akkor megfogadtam, hogyha addig élek is, én ezt meg fogom tanulni. Aztán néhány éven belül sor került rá, hogy hirdetett a könyvtár egy tanfolyamot, és oda jelentkeztem, és végül is ott tanultam meg, de oda jártunk mindannyian, akik a csoportban vagyunk, és mindannyian ott tanultuk meg a foltvarrást, ott szereztük meg az alapképesítést is, meg a haladó tanfolyamra is jártunk. Hát eleinte sokkal többen voltunk, de aztán lemorzsolódtak a többiek, betegség, elköltözés, egyéb családi problémák, vagy csak egyszerűen megunták, tehát sokan lemaradtak, hát hatan maradtunk, a kemény mag, és mi azóta is most már 15 éve együtt vagyunk. Igen, két évente van a kiállításunk. Vannak olyan dolgok, mint például itt ez a 6 kép a hátunk mögött, amit most csináltunk, úgymond közös munka, ami közös munka ugyan, de egyáltalán nem hasonlítanak a munkák egymásra, csak a technikákban. És hát mindig valakinek van valami ötlete, ami úgy gondoljuk, hogy tetszik nekünk, akkor azt megvalósítjuk valamilyen formában. Hát most ezek a munkák születtek ebből a lehetőségből. Egyébként meg mindenki azt varr, amit szeretne, amihez kedve van. Van úgy, hogy tanulunk új technikákat, sokat jártunk, régebben sokkal többet jártunk táborokba, de még ez még megmaradt, még a mai napig is van olyan tábor, ahova elmegyünk, aztán vannak varrós napok, vannak kiállítások, ahova rendszeresen járunk, részt veszünk, és azokon is nagyon sokat tanulunk, sok mindent látunk, kipróbálunk új technikákat. Ha megszeretjük, ha tetszik, akkor csináljuk, ha nem, akkor elfeledésbe merül. Vannak régi tradicionális technikák, például mint a nagymama virágos kertje, az mondjuk a hátunk mögött most nincs, de itt velem szemben pont egy olyan kép van. Az kézzel varrós technika például, vannak olyan technikák, amit lehet géppel varni. Van a hátunk mögött látható munkákon, van a szeminol technika például, ami az apró négyzetekből áll, aztán vannak a háromszögek, az a vadlibás technika, ahogy a vadlibák repülnek egymás mögött. Tehát most így nem is tudnám felsorolni, nagyon-nagyon sokféle van. A 2004-ben alakult helyi szerveződés jelenleg 6 dolgos fővel működik. A művelődési házban találkoznak két hetente, ahol ötleteket cserélnek és közösen varnak. Minden év őszén országos varrásnapot rendeznek, amelyet közel 200 fő látogat. 8 évvel ezelőtt pedig egy új hagyományt honosítottak meg. Minden második évben kiállítják munkáikat az érdeklődők számára.